Én reggel felkelek, kinyitom a laptopomat, és azonnal megnézem az e-mailjeimet, megnézek valami hírportált, aztán megnézek egy másik hírportált, stb. Aztán van, amikor a feleségem is azt mondja, mert ő nagyon politika és hírfüggő, tehát mire én ide jutok, ő neki már ekkora a feje. Aggódom, hogy egyre kevesebb igény van azért időnként az olvasók részéről is, hogy a úgymond kellemetlen tényekkel, akár a saját politikai oldalukra kellemetlen tényekkel szembesüljenek. Szerintem ma már messze nem elég mondjuk egy napi lapot, vagy heti lapot, vagy egy online terméket olvasni, persze. Az internet maradt szerintem szabadnak Magyarországon, tehát az internetre lehet azt mondani, hogy szabad média játszótér, és mindenki azt csinál, amit akar. Szerepe van a kritikus nyilvánosságnak a fenntartásában, a blogoknak, a politikailag aktív polgároknak, akik érdeklődnek a közügyek iránt, és így vagy úgy részt vesznek benne, tehát azt gondolom, hogy most talán még nagyobb, mint valaha. Ha már részvétel, szóval például mondjuk hajléktalanokkal kapcsolatban, ugye a Város Mindenkiért csoport és más egyéb tényleg önszerveződő civil csoportok, vannak felkészült jogász munkatársaik is, akik oda tudnak menni, akik adott esetben le tudnak állítani egy nem a jogszabályok szerint folytatott rendőri akciót, vagy kilakoltatást, vagy bármit, onnantól kezdve, hogy bírósági fórumokon hatásosan próbálnak érdekképviseletet nyújtani hajléktalan embereknek, és ezt kiegészítve mondjuk az ott esetben egy látványos akció, hogy bevonulnak a Városházára. Azt sem hanyagolhatjuk el, hogy nagyon sok embernek nincsen lehetősége például utcára menni vagy demonstrálni, és sok esetben őket megerősíti az, hogy más megy helyettük ki. Viszont ilyenkor még fontosabb megerősíteni bennük a hitet, az információt pontosan áramoltatni, tematizálni a társadalmi problémákat, tudatosítani ezeknek az erejét, tehát fenntartani a gyalázatos eseményekre való reflexió erejét. Az emberek egyébként nem nagyon tesznek bele erőfeszítést, például a közügyek megismerésébe. Sokkal kisebb energiát fordítanak arra, hogy kapjanak egy képet, és sokkal inkább megelégszenek azzal a felszínes képpel, amit a legnagyobb elérésű csatornákon keresztül, a közmédiától a nagykereskedelmi televíziókon át számukra elérhetővé tesznek. Abban a képben pedig egészen biztos, hogy egy másik valóságra az adódik ki, mint amit én mondjuk egy valamivel tudatosabb és valamivel többfelé ágazó médiafogyasztással elérek. Nyilván van, aki magának állítja így össze az információ adagját, és ő saját maga szerkesztője, és nyilván van, aki pedig egyszerűen fogyaszt, tehát amit kap, tehát megeszi azt, amit eléraknak magyarul. Ezt közben eldönti, hogy ízlik-e neki vagy se, de hogy nem keres. Azon is múlik, hogy mihez akarok hozzáférni, tehát mennyi energiát teszek bele abba, hogy többféle információforrásból tájékozódjak bizonyos ügyek tekintetében. Elolvasom-e a legnagyobb elérésű portálok mellett a kisebb, átlátszóhoz hasonló médiumokat is. Szerintem mindenki tud magának mondjuk több egymástól független csatornát is kiválasztani. Amit ő esetleg hitelesnek gondol, és mondjuk, hogyha ebből a többből valami fajta eredő mutatkozik, akkor talán ott lehet az, ami tényleg történhetett a különböző szempontú feldolgozások alapján. Ez is működhet médiumként, hogy valaki a Facebookon elkezdne sokszor okosat írni, és ezzel ugye valamennyire át is veszi a hagyományos média szerkesztőknek a szerepét, tehát a kapuőri feladatot, aki megmondja, hogy ez érdekes, ezt nézd meg, ez nem érdekes, ezt ne nézd meg. Tehát a szelekcióban, az internetről folyó végtelen áradatban az segít, hogy valahogy próbáljuk magunkat intellektuálisan felkészíteni erre a feladatra. Mi nem csak a zsiráfot, meg a delfin, meg a cápát látjuk, hanem adott esetben tömegsírokat, vagy olyan gaztetteket, amiket az erkölcsi érzékünk nem tolerálhat. És lépjünk-e, vagy mit lépjünk?
Tehát, és ez, ez úgy gondolom, hogy egy sokkal nagyobb dilemma, mert ugye mi az informáltságot egyfajta luxusnak és kivételezettségnek tekintjük. Ugye ez micsoda nagyszerű dolog, hogy mit tudom én, ha más nem reggel az újságot, de napközben ugye bármikor a legfrissebb híreket megkaphatom. De most itt egészen addig ez egy ilyen narcisztikus hülyeség, tehát egy pótcselekvés, amíg igazából az, amit én kapok, arra nem reagálok érdemben. Arra kell rádöbbenteni az embereket, hogy igazából itt nekik kell lépni, tehát nem lehet azt várni, hogy majd állambácsi, vagy ez a párt, vagy az a párt megoldja a problémáikat, hanem nekik kell kézbe venni a dolgokat, és például közadatigénylésekkel ellenőrizni azt, hogy a politikusok országos szinten, vagy helyi szinten, az ő városukban, falujukban hogyan költik el a közpénzeket. Például hamarabb észreveti azt, hogy a politikusok mikor csalnak, vagy mikor hazudnak, mert a számok azok ugye egyértelműek, és azokat nem lehet kimagyarázni. Tehát amikor mondjuk a közmédia alap elszór 1 milliárd forintot egy kudarcos szappanoperára, akkor ott azon nem, azt nem lehet megmagyarázni. Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez a média felelősség és ez a média hibája, és a szegény magyarok ezáltal el vannak nyomva, ez biztos olyan jó hangzik, meg úgy majdnem igaz, de valahogy nekem az az érzésem, hogy ez nem fedi le a teljes igazságot, tehát nem lehet, hogy mindig azt mondjuk, hogy a magyarok gyerekek, és amikor a felnőtt nem ad a kezébe valamit, akkor az a felnőtt csúnya, és akkor az a felnőttet minőle. Hát miért nem veszi önmaga is? Szóval nem tudom, ez egy érdekes dolog. Én ebben megmondom őszintén, nem tudok megoldást, nem tudok ebben okosat mondani. Tudja, milyen ez az ország. Ez az ország olyan, mint mi vagyunk. Amilyennél tesszük. Amilyennél tesszük a választásainkkal, és most megint rossz az, aki rosszra gondol, mert nem politikáról beszélek, hanem a napi választásokról. És azok nagyon-nagyon-nagyon apró, egyszerű dolgokból is összetevődhetnek. És lokálisan nagyon sok minden elérhető. Nem lehet mindent arra fogni, hogy mi van fönn, és nem lehet tapsolni sem annak, hogy mi van fönt. Ez nem egy szeretlek, nem szeretlek, rangjuk értett helyzet lenne egy demokráciában. Az más kérdés, hogy a lelkünk az mindig arra vágyik, hogy erős vezetők legyenek, és hogy lehessen valakit követni, de közben meg nem működhet tovább az adjon az Isten, adjon az állam, adjon a kóla hármas egység, hogy helyettünk valaki oldja meg a dolgot, mert nem fogja. Kellett nekünk szabadság, dolgozni kell érte. Tavaly végeztünk egy kutatást, ahol megkérdeztük az utcaemberét is, tehát egy reprezentatív mintát is kaptunk. Megkérdeztük arról, hogy szerintük minden közéleti kérdés a magas súlyának megfelelően megjelenik-e a magyar médiában. Ugyanezt a kérdést feltettük újságíróknak, és ugyanezt a kérdést feltettük a média tulajdonosainak, menedzsereinek. És itt egy nagyon meglepő összhang van, gyakorlatilag a közönség is 80% fölött, az újságírók is 80% fölött, és a média menedzserek azok hát közel 100%-ban azt mondták, hogy nem, a magyar médiában vannak elhallgatott jelenségek. Tehát ugye ennek van egy nyilvánvaló része, ugye hogy van egy baloldali tábor, meg egy jobboldali tábor, vagy média birodalom, meg, és ugye a kettő valóságábrázolása az köszönő viszonyban sincs egymással, és vannak ilyen rejtett részei, hogy mondjuk vannak olyan ügyek, ahol a bal oldal meg a jobb oldal kézen fogva megy bele valami disznóságba, és akkor arról pedig egyik tábor sem beszél. Különösen az történik, hogy ilyen kis apró cseprő ügyekben lövik egymást, a nagy ügyekben pedig nem szólalnak meg ezek a médiumok. Több felület veszni a dolgotok, a nagy kertévék azok láthatóan évek óta folyamatosan gyakorlatilag menekülnek a közéleti kérdések elől, vagy pedig egyébként mondjuk, hogyha van is egy-egy tényleg igényesebb műsor, adott esetben például a házon kívülnek szerintem vannak kifejezetten jó és érdekes témákat boncolgató részei, de hát azért meg lehet nézni, hogy a házon kívül az mikor van, milyen műsorsában. Tehát azért főműsoridőben láthatóan gyakorlatilag kivonultak a politikából, valószínűleg úgy gondolták, hogy számukra ez a legkényelmesebb, hiszen akkor nem kell, hát adott esetben mondjuk
hogy is mondjam, különböző nyomásgyakorlásokkal találkozniuk, vagy nem kell igen attól tartaniuk, hogy a politika bármilyen szempontból megpróbál beleszólni a egyébként nyilván tisztán profitorientált, tulajdonos által kívánatosnak tartott üzletmenetbe. Ez a népnek egy valagnyi pénzébe kerül. Tehát a királyi televízió éves költségvetése a hatszorosa mondjuk az RTL klubnak, klubénak, viszont a nézettsége meg az hatoda. Tehát, hogy egyszerűen, ami erkölcstelenül zajlik, szakmailag bénán, és semmiféle küldetéssel. Tehát semmit nem szolgál, csak egy eleve vesztésre ítélt versenyt olyanokkal, akikkel nem is lenne szabad versenyezni. De ugye királyi tévének nem az lenne a funkciója, hogy versenyezzen a kereskedelmi tévékkel, de ha megversenyzik, akkor legalább nekünk ne kerüljön pénzbe, hanem teremtse elő a saját forrásait. Tehát akkor viszont váljon önfinanszírozóvá, ha már áruba bocsájtja a tudatunkat. De hogy áruba bocsájtja a tudatunkat, mindezt szakmailag szarul, de ugyanazon az ajadék színvonalon, de nézetlenül, de hatszor annyi pénzért, hát ez tényleg érlázító. Tehát most erre mit mondjak?